A pandémia miatti 2 éves kényszerszünet után ismét felbezsdült az élet a tornyai tájházban. A román-magyar határ mentén fekvő portán a régi paraszti világ emlékét őrzik. Aki belép a ház kapuján, időutazást tesz a múltba. Megleptek Bihari Sándornak, a 19. század egyik legismertebb festményével, a bíró előtt 1886-ban. Ez a tárgy került legutóbb Sutyák András és Tóth Piroska tornyai otthonába, ahol a családi ereklyék mellett olyan régi bútortarabokat, berendezéseket és tárgyi emlékeket őriznek, amelyeket a helyiek adományoztak a tájháznak. 15 éves évfordulónkat ünnepeljük az idén, de jóval előtt, tehát 17 éve már mi ezt gyűjtögetjük, és nagyon meglepődünk, hogy évente, sőt, hát havonta is mindig hoznak már a környékről is tárgyakat. Amellett, hogy berendezték a parasztházat, visszaállították a régi gémeskutat, tyúkólat és karámot építettek. Mindent megtesznek azért, hogy autentikus környezetben fogadják a látogatókat. Nemrég például nátszövettel fették be a pajtát a Bethlen Gábor alapból elnyert támogatásból. A kiállított tárgyak, régi tárgyak, őrizzük őket, és persze, hogy egy megfelelő környezetbe kell legyenek. Ezért igyekeztünk a meglévő házat, a pajtát olyanná átalakítani, hogy igenis korhű legyen a kiállított tárgyaknak megfelelően. A tornyai tájház ugyanis gyakran benépesül gyerekekkel, akik itt egy számukra szokatlan, már-már elfeledett világban nyernek betekintést. Te tudod, mit jelent az, hogy tájház? Azt jelenti, hogy minden régi dolog van benne, amelyeket kipróbálhatják a gyerekek, és bekapcsolódnak a háztáji munkákba is. Mi minden tetszett itt a tájházba? Hát a bárányok, ahogy sütöttünk lángost, és a ház. A tájházba távolabbról, sőt a határ túloldaláról is érkeznek látogatók. Nyáron visszavárják a Zerindi Alkotótábor képzőművészeit is, ősszel pedig ismét megszervezik az imár hagyományos szilvanapot.